Műérték sorozat következő szereplője Virág Judit. Te vagy az ország legismertebb árverezője. Aukciós rekordokat ütöttél le, elég sokat. Mégis van egy örök fájdalmad. Mi? Azt gondolod, hogy az emberek nem tekintik szakmának az árverezést. Pedig ez egy szakma, mégpedig igen nehéz. Most kifejtetted. Nem gondolom, hogy nem tekintik szakmának, csak azt gondolom, hogy azt gondolják, hogy ez semmi másból nem áll, mint hogy az ember felmegy a pulpitusra, darálja a számokat, és minden megy magától. És hadonászik egy kicsit. És hadonászik egy kicsit, néhány tornamutatvánnyal, de ez nyilván ez a látszat. De az, hogy emögött mi van, és akkor nem beszélek arról, hogy összeállítani egy aukciót, felépíteni a dramaturgiáját, tehát mindez, ami mögötte van, az egy nyilván egy hatalmas munka, de hát azt egy másik csapat végzi. Igaz, hogy a mi galériánkban ebben én is részt veszek. De az, hogy amikor az ember a pulpituson áll, és ugye mindenre kell figyelni, a világon mindenre, minden mozdulatra, minden gesztusra, minden hangra, pláne ma, amikor már mindenhonnan jönnek a licitek, nem csak a teremből, hanem telefonról, vételi megbízásról, internetes szájtokról. Azt viszont kevesen tudják, hogy amikor egy ügyfél olyan megbízásokat ad egy árverező háznak, hogy szeretne megvásárolni mondjuk 3 vagy 4 tételt, de a harmadikat csak akkor, hogyha az első nem sikerült, a másodikat csak akkor, ha a nem tudom én hányadik nem sikerült, akkor ezt mind fejben kell közbe tartani, plusz azt fejben tartani, hogy amikor vételi megbízást adnak egy fix összegre, hogy mondjuk én ezt meg szeretném venni 1.600.000 forintig, és a vételiző tárcsa ugye az árverező mellett ül, akkor közben úgy kell kiszámolni a teremliciteket, hogyha odáig elmegy a licit, akkor ez az 1.600.000 összeg az ne a teremre jusson, hanem pont a vételi tárcsára, mert ugye, mint köztudott, a vételi tárcsának mindig előnye van. Tehát ha én a terembe ütöm le az 1.600.000-ot, akkor utána jön a skandalum, hogy elrontottam, és elrontottam. Tehát nagyon, de biztos nagyon sok... az, hogy ezt elrontotta? Tehát el, ki igen. A fene tud mindenre figyelni? Hát egy árverező, egy jó árverezőnek kéne tudni bizony mindenre figyelni. És általában sikerül is. Nem mondom, hogy néha nem rontjuk el, de ilyenkor szokott az lenni, hogy elnézést kérünk, kedves közönség, a vételi tárcsának előnye van, tehát hiába jutott önre, ön csak egyel nagyobb licittel kaphatja meg ezt a bizonyos festményt. Na de itt jön még egy csavar, amikor ugyanerre a képre ketten adnak 1.600.000-ig vételi. Olyan nincsen, mert ugye a vételi megbízásokat a cég kezeli, és amikor valaki egy ugyanolyan összegre küld be egy e-mailen vagy telefonon egy vételi megbízást, akkor felszoktuk hívni a figyelmét, hogy ez az összeg már foglalt, sajnos csak egyel többel adhat vételi megbízást. Uh-huh. Ezt könnyen ki lehet védeni. De azt kiszámolni, vagy amikor például limit van, ugye, mert mi jó néhány évvel ezelőtt bevezettük a egyes tárcsa rendszerét, ami a limiteket kezeli, azt kiszámolni, hogy az egyes limites tárcsára se jusson véletlenül az az összeg, hanem mindig a következő jusson a teremre, közben van egy vételi, hát az nagyon izzasztó. Na de akkor ezt hogy számolod ki? Hát ügyesen, fejben. Én már sehogy, szerencsére én már sehogy, mert már ugye az Anna csinálja, de ez nekem is mindig a rémálmom volt, és az Annának is minden aukció előtt ez a legnagyobb félelme, hogy ezekkel mit fog csinálni. Mert ki lehet úgy számolni, hogy ha tudom, hogy mondjuk a vételi megbízás 1.600.000 és 1.200.000-ről indul a tárgy, és mondjuk csak egy terem lenne, egy licitáló a terem, akkor ki lehet számolni, hogy hol kell kezdeni ahhoz, hogy az 1.600.000 az ide jusson, ha egyáltalán eljutunk idáig, illetve úgy azt kell kiszámolni, hogy az 1.500.000 mindenképpen a teremre jusson. Ha csak ketten lennének, ez könnyű. De ha belép még 2-3 ember, akkor már nehéz. Azon kívül a mostani szituációban az online licit, mert már éppen azt gondolhatod, vagy gondolja igen. Az Anna, hogy na, ezt már jól elrendeztem, amikor egyszer csak csöngetnek. Így van. És akkor az online csönget, és nem igen. Tudsz mit csinálni. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy nem én csinálom már. Na jó, de azért ezt imádtad csinálni. Imádtam csinálni, de olyan kimerítő, olyan stresszes, hogy egyre nehezebben tudtam magam utána összeszedni és helyreállítani, és hát egyrészt itt az Anna, aki nagyon jól csinálja, tehát én nekem ez egy őrületes nagy szerencsém, hogy át tudta venni, és azt gondolom, hogy egészen fantasztikusan csinálja. Teljesen másképp szerintem, mint én, de hát ez nyilván abból fakad, hogy teljesen más személyiség is. Pont kiszámoltam, hogy 30 évet árvereztem.
30 éven keresztül egyedül, mert ugye az első műgyűjtőknél eltöltött 2 év, amikor még nem én csináltam, illetve közösen csináltam másokkal akkor, de amikor, amióta én egyedül csinálom, az pont 30 év, és hát eljön az a pillanat, amikor ezt abba kell hagyni, és nekem az a meggyőződésem, hogy ezt akkor kell abba hagyni, amikor még nem vétek sok hibát, és amikor még energikusan is jól tudom csinálni, és erre csak egy Stendhal novellát tudok neked felidézni, amikor is Stendhalnak van egy írása arról egy színésznőről, egy színészről, aki a tanítványát, a fiatal színészt megkérte, hogy nagyon szépen megkéri, hogyha úgy veszi észre, hogy lankadnak a mozdulatai, és fáradnak a gesztusai és a mimikái, szóljon neki. Elérkezett a pillanat, a fiatal színész szólt a színésznek, hogy itt az idő, és mi lett a reakció? Kirúgta. Na most én nem szeretném megvárni ezt a pillanatot, és tényleg azt gondolom, hogy a legjobbkor hagyja. Azért te vagy a főnök ebbe a galériába, téged nem lehet kirúgni. Hát nem lehet kirúgni, azt lehet mondani, hogy jaj, mama, hagyd már abban, most már tényleg, most már eljövök. De egy ilyet mondana az Anna, hogy nem mondana, mama, hagyd abba? Nem mondana, de hát nem. Én nekem tényleg elég volt. Elég volt. Én úgy érzem, hogy ezen a területen mindent elértem, amit el lehet érni. Azt gondolom, hogy tényleg jól csináltam, azt gondolom, hogy rengeteg újítást hoztam a magyar aukciós piacra, nem csak az árverezés tekintetében, hanem az egész aukciószervezés, megjelenítés, menedzselés tekintetében. Nagyon sok újítást hoztam külföldről, és én ezzel nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök. Ezekből az újításokból mondanál egy-kettőt? Hát csak fel tudom eleveníteni a kezdeteket, 1988-at, amikor is az első műgyűjtő árverést rendeztük a Pácai Vilmával, Marsó Dianával, hogy csetlettünk, botlottunk, és hogy úgy vágtunk bele az egészbe, hogy nem gondoltuk, hogy ez mivel jár. Tehát nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor ültünk az Almási téren a műgyűjtő galériájában, és a Vilma odafordult hozzánk, Dianához és én hozzám, hogy lányok, csináljunk aukciót. Mondtuk, csináljunk, miért ne csinálnánk? És fogalmunk nem volt, hogy ez mivel fog járni. Na de akkor miért vágtátok rá? Kalandvágyból? Kalandvágyból, hecből, jó, nem tudom. Azért, hogy történjen valami jó, valami érdekes, valami új. És a Vilma ebben zseniális volt, hogy ezt felmérte, hogy 88-ban ott az idő, hogy egy nagy megavállalattal szemben, egy állami vállalattal szemben, ez volt a bizományi? Ez volt a bizományi áruház, be lehet lépni a piacra. És végignéztem egyébként most a katalógusokat, szóval nyilvánvalóan azt csináltuk, amit a bizományi, tehát lemásoltuk a bizományinak a katalógusát, a formátumát, a sorrendjét, mindent. Bár végignéztem, és azt láttam, de emlékeztem is erre, hogy én már akkor beírtam a katalógusokba egy csomó szöveget. Tehát soha addig katalógusos szöveg nem jelent meg, ameddig ezt mi nem kezdtük el. Tehát ott voltak életrajzok, nagyon apró, nagyon rövid kis magyarázatok, de ott voltak már a képek mellett. Hol volt az első aukciónk? Az a József Attila gimnázium. Nem. Nem, fönt volt a 12. kerületben, igen, így van. A Fogas végállomásánál. Igen, ott volt az első 2 vagy 3 aukciónk. Az volt első, egy ilyen művelődési ház. Az a művelődési házban volt, igen. A kiállítás is ott volt, és az első aukciót azt úgy vezettük, hogy a Plesz István vezette, és én álltam mellette a pulpituson. A következőre már jött ez azóta nagyon híres, itthon híressé vált Jean-Claude Anaf, igen, és az már a Vigadóban volt. Az egész aukcióra emlékszem, ugye én voltam a szinkrontolmácsa, és hát föllépett a színpadra ez a fantasztikus külsejű, nagyon ápolt, gondozott, nagyon ki volt találva az öltözéke mindene, minden ton in ton volt, és fölépett a pulpitusra, és elkezdett gesztikulálni, ugrálni, föl alá szaladgálni. Nem tudom, emlékszel erre, igen, hogy milyen hevesen, és indulatosan, és viccesen, és jópofán, és hadarva vezette az árverés. Hát én mellette elég szomjal küzdködtem, hogy ezt hogy fogom bírni 100 tételig, nem 300, nem tudom meddig, és hát felcsattant a taps, első döbbenet után, ahogy a közönség észlelt, hogy itt valami egészen más lát, mint amihez eddig szokva volt. Hát nem ehhez szokott nem hozzá. Nem volt ehhez szokva. A bizományban is olyan nyugodtan árvereztek, szóval az ember kvázi elavult. Hát nem én mondtam, de igen.
És akkor utána volt egy vacsora, emlékszem, a Vigadóba elmentünk vacsorázni, és mondtam az Anafnak, hogy na ez az, amit én szeretnék csinálni, amit én meg szeretnék tanulni, ami az én pályám lesz, jövőm lesz, és hogy kérem, hogy ebbe segítsen. És természetesen azt mondta, hogy nem nőnek való, gondoljam meg, nem csak képek vannak, tehenek vannak, borok vannak. És azt sose felejtem el, hogy azt mondta nekem, hogy csak azt lehet jól árverezni, ami az emberért. Tehát, hogy ott meg se próbáljak, ami nem az én területem, mert... Tehát borárverésben ne fogjál bele. Semmi olyanban ne folyjak bele, amit nem érzek, amit nem tudok. Hát akkor még megpróbált leveszélni, de azt tudom, hogy ez az aukció, ez karácsonykor volt, és én tavasszal kim voltam nála Lyonba. Arról majd mindjárt beszélünk. Mert az újításokat kérdezted, hogy onnan mit hoztam haza. Igen. De előtte még azt akarom mondani, hogy 17 évvel ezelőtt kiadtál egy könyvet, a Senki többet harmadszor címmel, ami végül is a te pályafutásodat kísérte végig ezen az aukciós piacon, vagy az aukciós világban, meg még ilyen aukciós kulisszatitkok is voltak benne. Ez alatt, a 17 év alatt alapvetően mi változott ebbe a szakmába? Mert ma nem olyan állapotok vannak, mint 17 évvel ezelőtt. Hát azt nem tudom, hogy most mit kérdezel, hogy a műtárgy piacon mi változott, vagy az aukciózásban mi változott. Az aukciózásban mi változott? Az aukciózásban szerintem nagyon sok változás nem történt, mert az első nagy változás az volt, amikor a lyoni utam után, amikor hazajöttem és azt mondtam a Vilmának, hogy mindent meg kell változtatni. Tehát ez így nem mehet tovább, nem lehet ABC sorrendben árverezni, nem lehet ilyen kis rusnya katalógusokat kiadni, standard méretű, nemzetközi méretű katalógusokat kell csinálni, színes képekkel, egész oldalas színes képekkel, stb. Stb. Ez az első nagy változás. Az aukció prezentálásában nagyon nagy újításokat vezettünk be, például ugye a képek bemutatásában a kivetítő tábla ott jelent meg először a műgyűjtőknél, még ez 89-90-ben kivetítő tábla jelent meg, ahol lehetett követni ugye akkor még dollárban, márkában, shillingben az árakat. Az egy őrült nagy újítás volt, hogy ugye a bizományban mindenki úgy érkezett az aukciós terembe, hogy hozta a kis zacskóban, aktatáskában a teljes összeget. A műgyűjtőknél vezettük be először azt, hogy ezt nem kellett hozni, hanem csak egy foglalót kellett hozni. Hát ezt mind átvette. Azért ennek volt kockázata Magyarországon. Hogy én lehet, hogy egy foglaló, semmi. Lehet, hogy letett egy foglalat, aztán meg inkább hát ott vette a foglalót, de nem vitte el a képet. Ez a kockázat ma is megvan, ugyanígy foglalót kell fizetni, szóval nem, én nem emlékszem semmilyen. De ma már más a fizetési morál, mint esetleg akkor. Nem, semmilyen rossz élményem nincs, és nincs ilyen emlékem, hogy bármi olyan történt volna, amit hogy meglók. De mi lenne az értelme lefizetni egy foglalót és otthagyni a képet? Hát ugrik a pénz. De kevesebb ugrik, mint hogyha ki kéne fizetned az egészet. Hát nem, ez szerintem nem történt. Hát azért van olyan az árveréseken, amikor keressük a 62-es képet leütő licitálót, és akkor néztek jobbra-balra, senki nincs, hát akkor majd újra árverezik. Azért az ember másik, ilyet megélt. Na jó, de ez egy másik szituáció, mint amikor leüti a tételt, megkapja a számlát, kifizeti a foglalót és elszalad. Szóval ilyen nem volt, na mindegy. A következő nagy újítás szerintem az akkor volt, amikor mi léptünk az aukciós piacra, mármint a mi galériánk az Istvánnal, és ez volt 98. október 5. És akkor, hát mindezt, amit már ott a műgyűjtőknél bevezettünk, ez természetesen adott volt, de közben voltam többször Amerikában, és hát ott is azért elég sok minden újítást láttam, amit hazahoztunk, az egésznek a prezentálása, a kutatási adatok, a megjelenítése, az aukcióra való felkészülés, a menedzselése, a marketing az teljesen új volt, és az, hogy ebből egy gyakorlatilag egy színpadi show-t csináltunk, sokak örömére, és sokakat bosszantva ezzel, mert azért ezt megkaptuk, hogy ne csináljunk mi ilyen színpadi előadásokat egy aukcióval, ez egy komoly dolog, stb. Stb. De mi az színpadi előadás? Hát, hogy nem fogtál ária éneklésbe, hogy... Bár tudtam volna, de nem, az még gondolom még jót is tett volna. Nem, de hát azért a pezsgőzés, a zene,
az, hogy közben nem csak azzal előtte... valakinek baja volt, hogyha korábban érkezett az árverés, de akkor ott játszott egy vonos négyes igen, valamit, vagy ebből nem egy, kellett színpadi előadást csinálni. Játszottam. Igen, meg hogy a századik tétel az körül mindig volt. Hozták a... Nem tudom, hát ne tőlem kérdezd. Mindig hozták a századik tétel körül a pezsgőt, de azt kérdezted, hogy mi volt ehhez képest az újítás, igen. Ami 17 év volt. Mert ez már, amikor ez a könyv megszületett, mert gyakorlatilag ez mind ott volt. Hát az újítás az azóta szerintem a limitár bevezetése volt, ami szintén nálunk volt először, az egyes tárcsa, és a becsérték bevezetése, amit szintén mi hoztunk először a piacra. Nem tudom pontosan hány éve, de már legalább 6-8 éve. Annak van jelentősége? A becsértéknek? Nagyon nagy jelentősége van. Hát egyrészt azért, mert a világ becsértékkel árverezik, szóval miért pont Magyarországon ne árverezünk becsértékkel. Nagyon sok olyan vevő van és érdeklődő, aki nincsen feltétlenül tisztában az értékekkel és az árakkal, és ez igenis egy támpont, egy kapaszkodó, amire lehet támaszkodni akkor, hogyha elindul a licitálásban. Szerintem igen, nagyon-nagyon is. Hát az, hogy nálunk megmaradt a kikiáltási ár, az persze fura, de úgy éreztük, hogy a magyar piacot nem lehet azzal terhelni, hogy bevezetjük a becsértéket, elvesszük a kikiáltási árat, sőt, utána még bevezetjük az egyes tárcsát is, ez túl sok lett volna. Nem, hát azért nyugaton úgy van, hogy van a becsérték, igen. És akkor annak a becsérték alsó határához képest valamivel lejjebbről indul. Hát de azt az ember, amikor változik. Beül az árverésre kint, akkor nem tudja, hogy mennyiről fog elkezdeni. Nem feltétlenül. Na hát ezt nem mertük megkockáztatni. És szerintem most se lehetne. Nem. Szerintem de mit szólnának az emberek? Hát szerintem nem értenék. Nem értenék, hogy mi történik. Mert ehhez a kikiáltási árhoz mindenki ragaszkodik? Hát így van. Beidomítva a magyar. Így van a magyar közönség, ez van hozzászokva. Uh-huh. De most miért változtassunk? Hát végül is ez egy jól működő rendszer. Világos. Pauk György hegedűművész mondta egyszer, igen. Hogy nem feltétlenül Londonban. Csak a Londonban, de itt mondta igen. Nekem egy műsoromban, hogy nem feltétlenül csak a magyarok tudnak jól Bartókot játszani, igen. De azért az nem árt, ha valaki magyar, amikor Bartókot játszik. És ebből egy kicsit átvíve a dolgot, azt gondolom, hogy azért nem árt, ha egy árverező egyben művészettörténész is. Vagy tévedek? Hát szerintem nem. Nem kell, hogy művészettörténész legyen, de az nagyon fontos, hogy tudja, hogy mit ad el, tehát hogy értsen a képekhez. Tehát, hogy pontosan tudja, hogy mikor érdemes várni, mi az a kép, amiért még mindig érdemes várni, mert nem érti, hogy miért nem megy el. Tudja érzékeltetni és éreztetni a licitálókkal, a közönséggel adott esetben, hogy ez egy nagyon jó darab, tehát nem értem, hogy miért nem teszed föl még egyszer a kezed, vagy hát igen, ez egy kisebb darab, nem olyan jelentős, könnyen elengedem, gyorsabban küldöm vissza, ha nincs rá licit. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy az ember értse, hogy mit ad el. Az ilyen kivárások általában akkor vannak, amikor nagy értékű már a licit. Tehát ilyen 50-60 milliónál ott igen. Már... Legalábbis az emlékeimben az van, akkor te vársz. Igen. Akkor még egy kicsit ott állsz, akkor várod, hogy hát ha valaki még telefonál egyet, jó, meg hát mégis meggondolja magát. Nem lehet elvárni, magát. Hogy ilyen összegeknél uh-huh. Hirtelen döntsenek. Itt már ugye nem 10 000 forintokkal ugrik a licit, úgyhogy ez teljesen nyilvánvaló. És akkor ilyenkor van, amikor az is előfordul, hogy valaki csak úgy bemond egy számot. Tehát, hogy nem a licit lépcsőt tartja be, hanem... Mit tudom én, azt mondja, hogy 93 000, miközben 90 után már 95-nek kéne jönni. Lenni. Hát mivel hogy az aukciós törvény úgy szól, hogy a legmagasabb árat kínáló vevőjé a darab, hát ha az a legmagasabb ár, akkor nekem el kell fogadnom. Én ebből nem szerettem soha rendszert csinálni, és nyilván csak a legindokoltabb esetekben fogadtuk ezt el, amikor, jó, hát 90 amikor már olyan magasságokban elfogadjuk. Ennyi. Hát olyan magasságokban van a licit, uh-huh. El lehet fogadni. Én a művészettörténész dolgot azért hoztam föl, mert hát végül is te 18 éves korodban elhatároztad, hogy majd ezt a szakmát választod. Igazából meg tudod magyarázni, hogy miért? Igen, persze, meg tudom magyarázni, nyilván.
Mindenképpen a bölcsészkarra akartam menni, és hát engem ez mind nagyon érdekelt. Tehát a művészettörténet, a múzeumok, a kiállításokra mind nagyon szívesen jártam. És azt hiszem, hogy egy nagyon nagy lökést az a 69-es Párizsi útam adott, amikor először ugye kimehettem, és ez őrületesen nagy dolog volt 69-ben Párizsba menni. Hát ez egy... Ezt a mai fiatalok nem értik, persze, nem tudják, hogy mi azt mondja, hogy elmegy Párizsba. Tehát nekem ez egy olyan döbbenetes élmény volt, meg azok az emberek, akikkel én ott találkozhattam. Azok a döbbenetes pozitívan értem. Pozitív, hát igen. Szóval egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt mind be akarom habzsolni, és meg akarom tanulni, és látni akarom, és tudni akarom. Tehát ez egy nagyon nagy élmény volt. És hát mindig nagyon érdekelt, úgyhogy ez teljesen egyértelmű volt számomra, hogy a bölcsészkarra megyek, és az is egyértelmű volt, hogy francia szakos leszek, és hogy én szeretnék erre a szakra átjelentkezni az orosz szakról, amin kezdtem. Uh-huh. És hát végül is sikerült. Mert neked nyűg volt az orosz? Nem volt nyűg, de három szakot csinálni azért akkor az kicsit nehezebb volt, mint ma. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mi hogy tanultuk a művészettörténetet, és ma miket tanulnak, az szerintem nagyon nagy különbség. Már ezzel azt akarod érzékeltetni, hogy ma lazábban tanulnak? Én azt gondolom, hogy lazábban, nincsenek olyan elvárások, mint amilyenek nekünk akkor voltak. Mert nektek például akkor mondjuk, ha jól tudom, hogy volt mondjuk Vajer Lajos, vagy Marosi Lajos, Ernő, Marosi és Ernő, Zádor Anna. Emlék meghatározás csupa vizsgát. Legenda, szóval tényleg valami egészen elképesztő tanárok voltak. Hát De az emlék meghatározásnak mi volt az értelme? Hát az emlék meghatározás az egyik legrettegettebb vizsga volt. Azt a Marosi Ernő tanár úr tartotta az emlék meghatározási gyakorlatokat és órákat, majd ebből vizsgáztunk, és ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy hát ő internacionális románkot, gótikát tanított, építészetet, de mondjuk a reneszánszba is belekóstolt, építészetet, festészetet, mindent. Úgy történt a vizsga, hogy részleteket mutatott fotókon, és hát ez megint csak azt tudom mondani, hogy mi nem utazhattunk ki kávézni Firenzébe, meg kiugrani a Kunsthistorisches-be, meg megnézni a különféle itáliai templomokat. Tehát nekünk ezt mind fotó és album alapján kellett megtanulni, és akkor mondjuk, nem tudom, mondjuk lerakta elém a mondjuk a Genti Szárnyasoltár közepén lévő Bárány imádása című képből azt a cuki kis barikát, a kis arcát. És akkor azt mondjam meg, hogy az hol látható, ki csinálta, mit csinálta, mikor, milyen templom, hol van. Ma egyébként nem biztos, hogy felismerném, mert ez az a bizonyos bárányka, akinek az arcát úgy restaurálták, hogy ma teljesen más a kis pofácskája. Vagy például Firenze Battistero, a Porta del Paradiso kapuján ott vannak ezek a Ghiberti reliefek, akkor bemutatott egyet, hol van, ki csinálta, mikor. Ha már itt tartunk, sorolja fel a többit, és a többi. Giotto. Vagy arra is rákérdezett, hogy ez a relief, ez mondjuk föntről hanyadik? Így kellett tudni, sorra kellett tudni, ugyanígy kellett sorra tudni, tehát mindent olyan sorrendben, ahogy ott volt. Nem tudom, most például a Scrovegni kápolna Pádovában a Giotto freskók. És akkor teljesen a sorrendben, hát ezeket mondjuk nem olyan nehéz megjegyezni, mert ezek mind ótestamentum és újtestamentumi jelenetek, tehát van valami logika, ahogy jönnek a képek egymás után. Vagy mondjuk a Wesley katedrálisnak a bérletében lévő szobor reliefet. Mit ábrázol? És mondjuk el a templom történetét. Szóval, és az volt még a nagyon nehéz, hogy a szakirodalom az nem magyar nyelven volt, tehát magyar könyveket nem nagyon tudtunk használni, mert nem volt. És akkor ugye mindenki más nyelvszakos volt a művészettörténet mellett, és beosztottuk egymás közt, hogy én a franciát, ő az angolt. És emlékszem, hogy egyszer kaptunk egy lengyel szakirodalmat, és néztük a Marosi tanár úrra, hogy de tanár úr, ez lengyelül van. Azt mondja, mi az, maguk nem tudnak lengyelül? Mert ő tudott, mert ő minden nyelven tudott. És így tanultunk, így készültünk a vizsgákra. De jó volt. És akkor nem és látom, hogy most is emlékszem, tehát valami olyan módon kellett ezt, elképesztő, hogy mik jönnek elő, tehát hogy miket kellett tudni, hogy a, tudom én, a Notre Dame bélletébe hogy jönnek a szobrok, hanem már nem tudnám felsorolni, csak hát iszonyú sokat kellett tanulni, nagyon nagy lexikális tudást adott a egyetem. Volt értelme? Látod, hogy van. Szerintem igen. Szerintem van, mert azért
Egyrészt ad egy nagyon nagy biztonságot, és szerintem nagyon-nagyon formálja az ember szemét és a kvalitás érzékét. És azért az, hogy ennyi mindent kellett megtanulni és memorizálni, ez biztos, hogy fejlesztette a képmemóriámat. Tehát, hogy meg tudom jegyezni, meg azért nem árt, hogyha az ember úgy látja a folyamatokat, hogy miből, hova jut a különféle korokon és századokon át a művészet, honnan indul, hova jut. Szóval szerintem fontos volt. De magyar művészetet például meg nem tanultunk. Magyar művészettörténetet. Nagyon kevés óra volt, amikor magyar művészettörténetet tanultunk, mert alapvetően az internacionális románkorra, gótikára és a reneszánszra, picit a barokra volt kihegyezve az egész oktatás, és persze nyilvánvalóan a francia impressionizmusra. De igazán modernizmus nem tanultunk, és magyar művészetet meg nagyon-nagyon keveset. Nagyon keveset. Mert azt mondjuk elképzelem, hogy 20. századot nem tanítottak. Nem. De hát azért mondjuk MS mestertől kezdve a 20. volt, századig igen. Azért van egy vonulat, amit nagyon azért csak kellett volna volt. Megtanítani. Szigorlatozni kellett belőle. Igen, például most az jut eszembe, hogy Munkácsit azt elég rendesen tanultuk, és Aradi Nóra, ő is egy legendás oktató volt, szigorlatoztam nála Munkácsiból, és véletlenül azt találtam mondani, hogy ez Munkácsi szalonképes korszaka, erre azt mondta, hogy vegye tudomásul, hogy Munkácsinak minden korszaka szalonképes, dur egy kettes. Mindegy. Ma ezen egy diák megvonná vállalt, kettes-kettes, de gondolom, akkor ez egy ilyen traumatikus dolog. Hát nem voltam hozzászokva, mit mondjak. Mert te amúgy kitűnő voltál? Hát nem, szerintem nem voltam rossz tanuló. Uh-huh. Nagyon érdekes, hogy végül is, és erre tulajdonképpen semmi magyarázatot nem adtak, hogy a magyar művészettörténet az nem. Miért nem érdekes, hogy ezt hát a diákok megtanulják? Furcsa. Amikor végeztél, akkor az volt a vágyad, hogy múzeumban menjél? Egy művészettörténész gyakorlatilag 3-4 helyre mehetett dolgozni, valamelyik múzeumban, a művészettörténeti kutatóba, a művészettörténeti tanszékre, vagy egy olyan könyvkiadóba, ahol művészeti könyveket adtak ki. Ennyi volt a lehetőség. És, ami a Nemzeti Galériában is lehet. Hát valamelyik múzeumban, ja, igen, azt mondom, hogy valamelyik múzeumban. És, de hát engem ugye az építészet foglalkoztatott, a modern építészet, a két háború közötti építészet, a Bauhausnak ez a magyar csoportja, ez a CIAM, és ebből is írtam a szakdolgozatomat, és mivel a Kiscelli Múzeumban pont egy ilyen építészeti tervrajztárban volt egy álláslehetőség, én ide mentem, és ezzel foglalkoztam. És azt hogy lehetett kiszúrni, hogy itt keresnek embert? Apró hirdetést hát adott föl a Kiscelli Múzeum? Nem, dehogyis nem. Hát ez egy nagyon kis szakma volt. Akkor egyébként 7 végeztünk az évfolyamon, 7, nem 30-an meg 40-en, mint manapság, és hát a tanárok nagyon segítettek minket, és hát tudták, hogy engem alapvetően inkább az építészet érdekel, tehát felhívták a figyelmemet, hogy ide lehet menni. És akkor itt 10 évet lehúztam, és egyébként a kis doktorimat is építészetből írtam, az 1873-as Pest-Budai Város rendezési pályázatból. Hát ehhez képest aztán képeket árvereztél, és nem volt sok jó, között hát később az építészethez. Nagy ugrás volt, igen. De mondjuk talán a legjelentősebb kiállítás, ami a te nevedhez fűződik, annak sincs sok köze az építészethez, inkább a játékokhoz. Azt is nagyon szerettem a játékoknak a történetét, tehát a régi játékokat, mert ezt is egyébként Amerikában láttam, egy 83-ban is egy viszonylag hosszabb időt töltöttem Amerikában, és ott láttam egy olyan gyerekmúzeumot, ahol a játékok történetén keresztül mutatták be gyakorlatilag a kultúra történetét. És mivel ismertem itthon egy játékgyűjtőt, Karlócai Mariannak hívták, fantasztikus gyűjteménye van, azt hiszem, hogy ma már tényleg különféle múzeumokban vannak ezek a darabok, és ebből csináltam egy kiállítást a Kiscelli Múzeumban, és hát nagyon jó élmény, meg emlék, hogy a Kiscelli Múzeumban, ami a világ vége, végül is még ma is, mert föl kell kapaszkodni, akárhogy is. A Schmidt kastélyhoz. A Schmidt kastélyba, igen. Sorok álltak a bejáratnál, hogy megnézhessék, mert hát azért régi játékok mindenkit érdekelnek, és gyakorlatilag viselettörténetet, iparművészettörténetet, bútortörténetet lehetett bemutatni a játékokon keresztül.
És sok irigyed volt emiatt, hogy ott hát álltak nem tudom, hát jó volt. Én örültem neki, nem tudom, én nagyon örültem neki, és nagyon élveztem az egészet. Azóta is imádok kiállításokat csinálni. Mégis ott hagytad a múzeumot. Hát ott hagytam a múzeumot, mert untam. Mert nagyon-nagyon... Mit lehetett ezen unni? Hát nem igazán volt lehetőség sehova se fejlődni, menni, csinálni, más témát keresni. És egyébként is váltani akartam, mert 10 évet már ott lehúztam, és akkor jött ez a véletlen lehetőség, a Műgyűjtő Galériája keresett egy művészettörténészt, és én beleugrottam. De azt se apró hirdetésbe adták föl. Nem, véletlen kapcsolatokon keresztül tudtam meg, hogy a Vilma éppen művészettörténészt keres, és jelentkeztem, és hát felvett, ami hát egy nagyon merész húzás volt tőle, mert, mint úgy említettem, nem ez volt az erősségem, hogy a megye festészetet ismertem volna, de azt azért eldöntöttem, hogy mire én oda kerülök, és akkor még volt egy kb. Fél évem, addig, hogy váltsak a múzeumból a Műgyűjtő Galériájába, hogy azt hiszem, hogy meg fogom tanulni. Hát nyilván amennyit lehetett, azt megtettem. Arra de emlékszem, hogy lehetett megtanulni hát, fél év alatt az egész nem, nyilván nem, nyilván most se lehet megtanulni, máig se lehetett megtanulni. De azt arra emlékszem, hogy az összes BÁV katalógust megszereztem addig, 88-ig, és... Bebiflászta? Hát gyakorlatilag igen. Tehát, ami azért nem volt annyira könnyű, mert ugye nem voltak fotók. Tehát a régi BÁV katalógusokban hiába volt hát oda, hogy vastag, György, oroszlán. Voltak, de néhány fekete-fehér fotón hát igen, kívül. Hát, tehát próbáltam. Tehát próbáltam felkészülni az életre, és hát nyilván csehát lettem, botlottam, és hát a Vilma ezt nagyon kedvesen és némi iróniával tűrte, és bízott bennem, és hát tulajdonképpen nagyon sokat köszönhetek neki. Butaságokat is csináltál? Hát persze. De mit például? Hát tudom én, hát nem tudtam az árakat. Hát honnan tudtam volna az árakat? Hát rögtön címre kellett járnom. Hát én olyan rettenetes stressz volt. Hát az ember egy olyat csinál, amiben nincs otthon, és nem áll biztos lábbal azon a talajon, az egy borzalmas stressz. De hát azért lassanként belejöttem, szóval... Elég gyorsan úgy emlékszem, és hát az, hogy miket lehetett találni az úgynevezett címeken, ez valami elképesztő. Tehát, milyen jókat? Hát remek műveket, csodálatos dolgokat, szóval olyan, tényleg, mint egy mézes bödön úgy éltünk akkor azokban az években. Tehát nem lehetett mellé nyúlni szinte, olyan jó képek voltak. Fantasztikus darabok. Remek mert művek. Akkor még mindenki otthon őrizte azt, amit nagy nehezen a háború óta összegyűjtött? Hát, vagy még vagy a háború előttről, és persze, hát a nagy gyűjtemények, persze, hát nagy gyűjtemények voltak meg, hát amit ugye az 50-es, 60-as években hoztak létre, fantasztikus gyűjteményeket, de nem is ezek számítottak, hanem a régi polgári lakások, hogy ott mik voltak a falon. Szóval nem volt olyan, ami szinte ma gyakorlatilag csak az történik, hogy címre hívnak, most már nem megyek, mert tudom, hogy nem érdemes, de hogy az ember lukra megy. Nem volt ilyen. Tehát olyan képek kerültek elő, nem feltétlenül a legnagyobb neveket kell elképzelni, de hogy... Tudsz így konkrétan visszaemlékezni? Hát például, igen, hát például őrült nagy élményem volt egy olyan Vörös Géza kép, meg is jelent a Tamásnál egyszer egy aukción, ugye nagyon hosszúkás, olyan volt, mint egy ilyen, nem is tudom, szárnyas voltál egyik széle. Egy száját rúzsozó nő, gyönyörű 30-as évek, csodálatos ruhába, kalapba, sminkbe, öltözékbe, nagyon hosszú, majdnem embernagyságú kép volt. És annak sem hiszem, hogy 60 000 forintért hoztam el a galériába, és úgy árvereztük akkor el. Vagy lehet, hogy nem árvereztük, hanem eladtuk, nem tudom, szóval meg olyan Abanovákok, meg Vasarik, meg Kádár, meg Sejbert, tehát fantasztikus dolgok, nemes lampért. Mert Vörös Gézának akkor hát nem nagyon volt ára, meg azt se tudták, hogy ki. Hát nem tudták, de a kép az zseniális volt. Igen. Sejberrel meg az volt akkor az érdekes, hogy azt megelőzően az 50-es évek végén, 60-as évek elején gyakorlatilag utána dobták a bizományiban a Sejbereket. Hát igen. Tapostak az emberek a Sejberre. Hát, vagy ilyen lapozóban volt. Vagy lapozóban volt. Még elég sokáig a lapozókban volt, igen. Hát még a 80-as évek közepén is a legtöbb Sejbert azt a Artexnek hívták azt a céget, amelyik exportálta. Hát igen. A műgyűjtőknél
az Almási téren, a kis galériában, mi abból éltünk többek között, illetve javarészt, hogy volt az Artex, Grósz László, aki annak a feje volt, és jött, és rendszeresen szedte össze azokat a képeket, amelyeket Nyugat-Európában akkor már megvettek. És ezek pontosan ezek a Kádár-Scheiber 30-as évekbeli képek voltak, Schönberger. Ezt így visszagondolva, szinte hihetetlen. Hát hihetetlen, de ilyen 10-esével vitte el, 20-asával a galériából. És semmilyen ára nem volt tulajdonképpen. Hát nem tudom, volt, de... 100 000, 200 000, valahogy így. Uh-huh. Másik rész meg az a képcsoport volt, amit ma úgy hívnánk, hogy úgy hívtuk akkor is, hogy tulajdonképpen inkább dekorációk vagy bútorképek, amiket a külföldi kereskedők vittek el. A bécsi. Vagy az bécsi, olasz, francia, hát ez az Anaf is onnan van, hogy ő is ezeket a bútorképeket vitte, de ezt úgy képzeld el, hogy ládaszámra, tehát nem 2-3-at vett meg, kontingenseket vittek. Hát ez fillérek voltak, 60-70-80 ezer forint, és ezek egy jó minőségű képek voltak. Kiktől például? Szokásos, Berkes Antal, Heyer Artúr, Bolágyi Dolányi Benzúr, Ida. Hát az úgynevezett bútorképek, igen. Uh-huh. Ma viszont már senkinek nem kellene kezdeni. Hát ezt azért nem állítanám, mert azért látsz a piacon, és meg is veszik, de hát nem ezeken van. Helyér alkú cicát, hát megvesznek? Nem tudom, de szóval nekünk azért nagyon jó bevételi forrás volt, de nyilvánvalóan nem azt szerettük, és nem azt, nem azzal akartunk igazából dolgozni. Amikor a Vilma megkérdezte, hogy akartok-e aukciót, uh-huh. és rábólintottatok, akkor ugye elkezdődött az anyaggyűjtés. Igen. És amikor megvolt, akkor ezen a bizonyos helyen, ott a 12. Jókai művelődési. Jókai művelődési házban. Így van. Akkor rögtön mindjárt a harmadik aukciótok volt, mert a katalógusban az szerepelt a címlapon, hogy harmadik aukció műgyűjtő galériá. Igen. Senki nem érdeklődött, hogy és mi volt az első kettő, tessék mondani. Hát lehet, hogy azóta is mindenki keresi az első két katalógus, de olyan nincs. Ugyanis ez is a Vilmának a zsenialitása volt, hogy azt mondta, hogy első aukcióra, lányok, ide senki nem fog beadni semmit, úgyhogy kezdjük a harmadikkal. És annak a címlapján volt az a bizonyos nemes lampér. Amit Antal Péter vett meg kikiáltási áron. Igen. És emlékszel, mennyi volt a kikiáltás? 300 ezer forint. 300 ezer forint. Én meg arra emlékszem, hogy erről te csináltál egy TV-riportot. TV-iradós riportot, és a szalag alatt, a kép alatt futott egy szalag, villogott, hogy 300 ezer forint, az olyan nagy összeg volt egy képért. Igen, annak a címlapja a nemes lampért volt, következőnek egy Ferenci akt. Utána meg egy Vörös Géza. Egy Vörös Géza, amiből akta egyébként három darab van, akta műteremben. És akkor volt ez a bizonyos Lioni út, ami után váltottunk és formáltuk át a katalógust. Ezt a nemes lampét ott honnan szereztétek? Hozták, bejöttek. Jött egy néni, és azt mondta... Vagy bácsi, nem tudom, valaki hozta, igen. Igen. De fogalma nem volt. Dehogy nem, hát 300 ezer forintot kikiáltási járnak. Na de ő ragaszkodott ehhez az összeghez? Nem emlékszem. Hát 34 éve volt, nem emlékszem. De hát nyilván valami közös konszenzus alapján született meg a kikiáltási ár. Tehát olyan élmény volt, minden nap jött valami jó kép, és minden nap jött valami olyan újdonság, a kép típus, kép csoport, amit nem is ismertünk, és nem is volt a kezünkben. Hát emlékszem, amikor az első neós nagybányai képek jöttek, az is az Almási téren volt, és körülálltuk, és csodáltuk, és nem tudtuk, hogy mi az értéke, hogyan lehet ezzel dolgozni. Hát a Jurecsko Laciék akkor kezdték el a galériájukat, és ők hozták az első nagybányai képeket Erdélyből, és... Hát arra is emlékszem, amikor a fürdőzőket, a Boromisza Tibor fürdőzőket hozták, és tudom, hogy az egy borzalmas nagy összeget kértek érte, 1 millió forintot, és ezt vigyék innen, ez nem tudunk mit kezdeni ilyen összeggel, na és akkor ma ez mennyit érne?
Megjöttek, mennyit érne? Hát nem tudom ma mennyit érne, hát borzalmas sokat, sok 10 millió forintot, de arra is emlékszem, amikor olyan szignókat silabizáltunk, amiket nem találkoztunk még. Például a Nagy Oszkár. Például a Nagy Oszkár, igen. A Nagy Oszkár szignót nem nagyon látott itt senki. Hát a műkereskedelem nem, lehet, hogy múzeum raktáraiban volt, de... egy olyan, azt hiszem, bizományi katalógusban egy Nagy Oszkár kép, amikor nem tudták a születési adatokat, meg a halálozást. Szóval annyira fogalmunk nem volt, hogy ki volt Nagy Oszkár. Tehát ez egy fantasztikus időszak volt. Mert akkor gondolom, csak annyit tudtatok Nagybányáról, hogy ott festett a rét. Hát... De ezekről a neósokról senkinek nem volt fogalma. Hát azért a művészettörténészeknek a múzeumokban biztos volt, de hogy nekünk ott a műkereskedelemben semmi, az tény. Ez volt, de ha nincsenek a Jurecskóék, nincs ez a Nagybányai hullám. Hát valószínűleg igen. Szóval azért ez egy nagy pozitívum volt, hogy ők ezeket elkezdték. Abszolút. Hurcolni ide. Tehát az egész időszak egy olyan, tehát minden akkor született, minden akkor alakult, mindent akkor kellett megcsinálni, létrehozni, kialakítani a szokásokat, a működési rendszereket. Nagyon érdekes volt. Amikor elmentél Lyonba az ANAF árverését megnézni, hogy abból is tanuljál, akkor például egy számodra különösen fontos dolgot vettél észre, azt, hogy kesztyű van. Hát ezek a külsőségek, de azért kesztyű van azon, aki kihozza a képet, meg kötény. Kötény, kesztyű. Az miért volt olyan nagy dolog? Mert az egész egybe volt olyan lenyűgöző és olyan melbevágó ahhoz képest, amit itthon láttam. Hogy ne fogják meg zsíros kézzel a keretet? Azért kell a fehér kesztyű. Szerintem nem is illik megfogni, ma sem illik megfogni, még csak amikor dolgozunk se illik megfogni, nemhogy az aukción, üres kézzel. Hát mert az egész az látszott, hogy vérprofi, és ez... Olzasztó nagy hatással volt rám ez a profizmus, hogy minden másodperc ki van számítva, mindenről pontosan tudják, hogy mikor, mi fog következni, ezt hogy kell felépíteni, mit kell csinálni, hogy idejussunk, mi a várható eredmény, és ezt hogy kell elérni. Nekem ez lenyűgöző volt. És ez az ANAF-nak a kis súlyában volt. Hát persze, hát igen. Uh-huh. Azt lehet mondani, hogy ő végig korrektül árverezett, vagy te már akkor láttad esetleg, hogy mi az, amiben egy kicsit csal. Én nem hiszem, hogy bármiben csalt. Miért? Nem, csak úgy kérdezem, mert hát ugye szokták mondani, meg vannak olyan árverések, amikor az árverező, ahogy ez egy árveréssel foglalkozó könyvben is olvasható, a kandallóra üt. Hát én ezt nem nagyon vettem észre az ANAF-nál, én csak tátott szájjal bámultam, hogy lehet kevés szóval, kevés eszközrendszerrel ilyen hatást elérni. És így ilyen tempót, és így uralni egy teret, meg így uralni az egész folyamatot, meg azt a... Hát nála azért nem volt egy akkora terem, mint a kongresszusi központban nálunk, vagy mert egyébként utána mindenhol én árvereztem itthon, tehát hozzászokhattam már a nagy terekhez, csak hogy sok száz embert, adott esetben 1000 embert hogy lehet egyben tartani, azt én ott láttam nála. Meg mondjuk Amerikában is láttam azért jó árveréseket, tehát azért ennek egy komoly hagyománya és iskolája van. Amíg nem volt saját galériád, és hívogattak mindenhova, gyakorlatilag az összes. Tehát volt idő, amikor az összes árverést csináltak. Mindent, igen, vidéken is. Akkor különbséget tudtál tenni, hogy hova szeretsz inkább menni árverezni? Vagy ezt nem lehet így megfogalmazni? Tehát hol volt jó árverezni, és hát hol volt ott olyan szerettem, kicsit kínos? Mert a kínos az, amikor nincs licit, az a kínos, az nagyon rossz érzés, az teljesen romba dönt, tött. És nyilván oda szerettem menni, ahol sikeres árverés volt várható.